Vannak a vidék fejlődésének korlátai, ezt mondták a jobbik politikusai Nagykanizsán. Zakó László regionális igazgató Völgyi Zoltán a párt Zalamegyei képviselője és Magyar Zoltán az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának alelnöke szerint nincs jó helyzetben a vidéki Magyarország. A kép az lesújtó itt a magyar vidéken és Zala megyében is ugyanezt tapasztalom. Gyakorlatilag a budapesti döntések eredményei azok érdemben nem javítanak a vidéki térségeknek a sorsán. Olyan családi gazdaságokat és nagyobb élelmiszeripari üzemeket is meglátogattunk, akik nem tudtak előrelépni, nem tudtak fejlődni, ugyanis a pályázatokat, ha ki is írják, azokról döntések nem születnek, illetve aki nem rendelkezik komoly politikai kapcsolatokkal, nem csókosa a rendszernek, az gyakorlatilag esélytelen ma Magyarországon.